Angster József Európa egyik legnevesebb orgonakészítő mestere, Közép-Európa legkeresettebb orgonagyártója, akinek életébe, munkásságába nyújt betekintést jövő héten a Kalocsai Színházban egy darab által az ő leszármazottja, Bérci Zsófia, a Pécsi Angster emlékmű tervezője és az Élőkép Színház vezetője. Ez azért lehet érdekes, mert tulajdonképpen ennek az előadásnak a kiinduló pontja, amit most Kalocsára fogunk hozni jövő héten, október 25-én. Ez az Angster emlékmű volt, és az, hogy én egy közeli leszármazottja vagyok annak az embernek, aki ennek a nagy hírű orgonagyárnak az egyik utolsó vezetője volt. És életemben ez mindig kísérte az életemet, az ő életének a tragédiája, hogy tulajdonképpen ő zongorázott, orgonált, abszolút hallása volt, fülével tudta elemezni az orgona hangokat. Tavaly ünnepelték a gyár alapításának 150. évfordulóját. Angster József unokája ekkora fejébe vette, hogy megrendezi a saját családjának a történetét. Elég hamar letettem arról, hogy pusztán vizuális elemekkel fejezzem ezt ki, úgyhogy ez egy rendhagyó előadás az Élőkép Színház történetében. Tulajdonképpen mesélő, beszélő embereket látunk, kezdve az ükapámtól, aki Kácsfaluról indult. Ma Horvátországban van ez a község, egy földműves gyerekként, és szép lassan elhatározta, hogy ő pár pedig mesterséget szeretne tanulni, és aztán a fejébe vette, hogy orgonaépítő szeretne lenni. Ennek a történetét a saját elbeszélésében hallgathatjuk meg. Az egyes opusz szám, az egyes számú orgona, amit készített, az a Pécsi Zsinagóga számára volt, és tulajdonképpen már a kezdetek kezdetén, tehát a 20-as számú orgona volt az azóta is egyik legnagyobb Angster orgona, a Kalocsai Székesegyház orgonája. Ezt azóta átépítette a második generáció, az ő fiai. A mai napig ez az orgona zendül fel az istentiszteletek alkalmával a Nagy Boldogasszony Főszékesegyházban. Sőt, a környékbeli templomok háromnegyedében Angster orgona található, az egészen kicsitől a legnagyobbakig.